Tengervízzel árasztanál Izrael a Hamasznak a gázai övezet alatt húzódó több száz kilométer hosszú alagút rendszerét. Eddig 800 alagút lejáratot találtak, ebből sokat felrobbantottak. Közben az izraeli hadsereg az elmúlt éjjel Gáza déli részét támadta, civileket felszólították, hogy vonuljanak a földközi tenger, illetve az egyiptomi határ irányába, biztonságos helyre. Dél-gázai célpontok ellen mért légicsapásokat az elmúlt éjjel az izraeli hadsereg. A térség legnagyobb városa Han Yunis környékén utcai harcok alakultak ki az izraeli szárazföldi erők és az iszlamista fegyveresek között. A harcok után rengeteg sebesültet hoztak a Han Yunisi Nasser kórházba. Civilek esnek áldozatul Izrael és a Hamász küzdelmének, annak ellenére, hogy az ENSZ és az Egyesült Államok is az ártatlan palesztinok védelmére szólította fel a zsidó államot. Izrael arra hívta fel a figyelmet, hogy azokon a helyeken, ahol szárazföldi műveleteket hajtanak végre, a civileknek el kell hagyniuk az érintett térséget, hogy ne kerüljenek a hadsereg és a Hamász keresztüzébe. Azt ígérték, lesznek olyan zónák, amelyeket nem fognak bombázni. Elvárjuk Izraeltől, hogy ezeket a zónákat tartsa tiszteletben, fogalmazott a Fehérház nemzetbiztonsági tanácsadója. Izrael a Han Yunisi támadásai előtt arra szólított fel mindenkit, hogy húzódjanak a földközi tenger, illetve az egyiptomi határ irányába. Az ENSZ számításai szerint Gáza 2.300.000 lakosának 80%-a a háború kezdete óta már elhagyta otthonát. Egy Hamász alagút bejáratát robbantotta fel az izraeli hadsereg Gázában. Ez az egyike annak az 500-nak, amelyeket a gázai övezetben a harcok kezdete óta megsemmisítettek. Összesen 800 lejáratot fedeztek fel eddig, de valószínűleg ennél is több lehet. Gáz alatt több száz kilométernyi alagút fut, ez egy olyan rendszer, amelynek nagysága a New York-i metróhálózatéhoz hasonló. Izrael a feltárt alagutak egy részét felrobbantotta, és azt tervezi, hogy a teljes föld alatti rendszert megsemmisíti. A Wall Street Journal az izraeli hadseregre hivatkozva azt írta, hogy Izrael tengervízzel árasztaná el az alagút hálózatot, és öt hatalmas pumpát már be is állított az Al-Shati menekültábortól északra. Ezekkel a pumpákkal óránként több ezer köbméternyi vizet tudnának az alagutakba vezetni. Egyelőre nem világos, elkezdi-e Izrael az alagutak feltöltését, még mielőtt kiszabadulnának, amíg mindig a Hamász fogságában lévő túszok, akiket nagy valószínűséggel az alagutakban rejtegetnek. A Hamász óvodák, iskolák, mecsetek, kórházak alatt épített járatokat, innen irányítják a harcokat, itt raktároznak és gyártanak fegyvereket, és innen indítják a rakétatámadásaikat is. Egyiptom egyébként már 2015-ben elárasztotta tengervízzel a Hamász alagútjait, akkor ez súlyos környezeti károkat okozott. Közben Izrael utazási figyelmeztetést adott ki több tucat országra, köztük az Egyesült Királyságra, Németországra, Franciaországra és Ausztráliára. Az izraeli nemzetbiztonsági tanács a nem alapvető fontosságú utak elhalasztását javasolta az antiszemitizmus erősödése miatt. A hatóságok azt tanácsolják, ha valaki mégis elutazik, külföldön kerülje a zsidó és izraeli identitás külső jeleit. A The Independent nevű brit lap szerint Londonban vizsgálatot kezdett a rendőrség, miután egy iskola busz vezetője nem állt meg egy olyan megállóban, ahol zsidó gyerekek szálltak volna fel a buszra. Zsidó érdekvédelmi szervezetek szerint ez nem az első ilyen antiszemita eset a brit fővárosban.